amint az elmúlt hetekben az nyilvánosságot kapott Torockai Lászlónak, a Mi Hazánk elnökének köszönhetően, hogy már a Nagy Magyarország parkban is indiai vendégmunkásokat szállásolnak el, és azt mondtuk, és teljes joggal mondtuk, hogy ez egy szimbolikus esemény volt, ugyanis abban a parkban, amelynek a magyarság történelméről, Trianonról kellene szólnia, nem vendégmunkásoknak kellene ott lakniuk, hanem magyar fiataloknak, magyar embereknek kellene elzarándokolniuk oda. Most itt Kalocsán ugyanilyen szimbolikus eset kezd kibontakozni, aminek mi szeretnénk az útját állni. És éppen aktuális is ez különösen, ugyanis tegnap volt Hunyadi Mátyás születésének évfordulója. Azt gondolom, hogy a teljes magyarság számára a Hunyadi nevet nem kell bemutatni. A Hunyadiak alatt, Hunyadi Mátyás alatt volt utoljára nagyhatalom, európai nagyhatalom Magyarország. Tehát egy eszmévé nemesedett, ha úgy tetszik, a Hunyadi név, mégpedig a magyar birodalmi gondolat, a magyar nagyság és a dicsőség eszméjévé, és itt van mögöttünk a kalocsai Hunyadi kollégium, tehát Hunyadiról van elnevezve. Azt gondolom, hogy itt is mondhatjuk, hogy semmi keresni valója ebben az épületben egyetlen egy vendégmunkásnak sem. Ez nem az a hely, de mi azt gondoljuk, hogy Magyarországon egyetlen egy olyan hely se legyen, ahol vendégmunkások vannak elszállásolva, azért, mert mi egy olyan gazdaságpolitikát képzelünk el, amely nem vendégmunkásokra szorul, hanem a magyar dolgozó erkölcsi és anyagi megbecsülésére. Szabó Patriktól, a Mi Hazánk helyi elnökétől értesültünk arról, a felháborító esetről, hogy arra készül a fideszes városvezetés, hogy vietnámi befektetőknek adja el ezt a régi szép patinás épületet, hogy aztán mintegy 300 vendégmunkást költöztessenek be. Ezt mi a lehetőségekhez mérten, eszközeinkhez mérten meg akarjuk akadályozni, azért is vagyunk itt, hogy ez ellen tiltakozzunk, és hogyha megszavazzák, akkor el fogunk gondolkodni azon, hogy milyen eszközök vannak még a kezeinkben, és tovább fogunk tiltakozni az ellen, mert nem akarjuk azt itt Kalocsán sem, mint ahogy csak úgy az egész országban, hogy vendégmunkások árasszák el a munkahelyeinket, és vegyék el a magyarok elől a munkát, mert nem igaz a kormánynak az az állítása sem, hogy csak olyan helyre vesznek föl vendégmunkásokat, ahová magyarok nem jelentkeznek. Sorra kapom én is az információkat arról, hogy magyarokat rúgnak ki különféle trükkös megoldásokkal, és aztán a helyükre érdekes módon vendégmunkások érkeznek. És még mint egy záró gondolatként, hogy egy látleletet adjunk arról, hogy mi a helyzet jelenleg az országban. Comba Sándor foglalkoztatásért felelős államtitkár azt mondta, és ez egy tavaly novemberi adat még, hogy 120 ezer vendégmunkás tartózkodik Magyarországon. Én egyébként vitatom ezeket a számokat, szerintem ennél már többen vannak, de rendben, ezt a forrást fogadjuk el, csak akkor nézzük meg, hogy ugyanez a forrás, hogy tehát milyen számokat mutatott tavaly áprilisban. Akkor 80 ezerről volt szó, tehát kevesebb, mint egy év alatt 40 ezerrel növekedett a vendégmunkások száma Magyarországon, és hogyha ez ilyen ütemben folytatódik, akkor sajnos valósággá válhat az a bajos vízió, amit Orbán Viktor miniszterelnök mondott az elmúlt egy-két évben, hogy 500 ezer új munkaerőre lesz szükség. Nyilvánvalóan a Fidesz gazdaságpolitikája ázsiai vendégmunkásokban gondolkodik, a Mi Hazánk mozgalom teljes paradigmaváltást akar. Mi nem egy ilyen országot képzelünk el, hanem egy olyan országot, ahová a magyarok hazajönnek Nyugat-Európából, és nincs szükség vendégmunkásokra. Köszönöm a figyelmet, és akkor most átadnám a szót Szabó Patriknak, hogy mondja el itt a kalocsaiak szemszögéből is, hogy mi történik, vagy mi készül történni. Köszönöm a figyelmet. Tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait és nézőiket. Elsősorban szeretnék egy köszönetet mondani, mint kalocsai, a két egyesületnek, a Békés Kalocsai Egyesületnek és a Kalocsai Lokálpatrióta Egyesületnek, hogy képviselőik nyilvánosságra hozták ezt a testületi anyagot, amiben ugye a lakosság tudott reagálni, még azelőtt, hogy a testületi ülés megtartásra került volna, mert hogyha ez nem történik meg, akkor sajnos átvitték volna úgy az egészet, hogy nem is tudunk róla, csak akkor szembesülünk vele, hogy mi történik, amikor éppen a testületi ülésen már megszavazzák a kormánypárti többségben lévő képviselők ezt a gyalázatos döntést. Itt azért kitérnék még egy dologra, egy nagyon érdekes meglátás, vagy egy észrevétel ezzel kapcsolatban, hogy a helyi
demokratikus koalíció semmiféle tiltakozást nem mutatott ki ez ellen. Ez, hogy mind országosan is látjuk, hogy a kettő, a Fidesz és a DK egymás nélkül nem működik. Úgy látszik, hogy itt is kölcsönösen segítik egymást bizonyos esetekben. Ezt a testületi üléseken azt is láthatjuk, hogy a demokratikus koalíció képviselője sokszor úgy szavazza, hogy a Fidesznek az érdekei diktálnak. A kollégium körülbelül egy éve áll üresen, azóta folyamatosan, azóta írták ki eladásra, több jelentkező is volt, most legutóbb ez a vietnámi üzletemberek, vagy befektetők jelentkeztek, ők kétszer is megnézték ezt a kollégiumot, és úgy látszik, úgy döntöttek, hogy megveszik, de tiltakozunk, hogy ebbe az épületbe, ami egy nagyon régi oktatási intézménye, egy patinás épület a városnak, idegen vendégmunkásokat költöztessenek, vagy egyáltalán, hogy eladják ezt az épületet, mert lehetne sok minden hasznosabb dologra is hasznosítani. Például lehetne oktatásnak visszaadni, oktatási intézményként, akár szállodaként, akár idősek otthonaként, de bármi olyan, ami a város céljait szolgálná, nem külföldi befektetőknek hozná a pénzt. És akkor ugye föl szokták tenni itt a kérdést, hogyha jó, hogy tiltakozunk, meg, de honnan lehetne, hogy mi lenne el a megoldás? Hát nagyon egyszerű, ahogy az állam adott a Hotel Kalocsa épületére is pénzt a felújításra, ugyanúgy idővel erre is lehetne kérni az államtól, meg az egyéb olyan ingatlanokra, mert Kalocsán ugye több ilyen ingatlan is van, Hársa utcai iskola, Alkony utcai óra, amik ugyanúgy üresen állnak mindez az épület, és valószínűleg, hogy előbb-utóbb ugyanerre a sorsra szánják őket, hogy értékesítsék a városüzemeltetés céljából. De sajnos ebben a ciklusban már ez nem fog megvalósulni, úgy tűnik, mint ahogy az se valósult meg, amiket ígértek fejlesztések, például úszoda utak fejlesztése. Reméljük a következő ciklusban, erre önkormányzati ciklusban erre sor kerül, de ahhoz az szükséges, hogy ezeknek az üres épületeknek a felújítási terveit elkészítsék, benyújtsák olyan illetékes hatóságokhoz, vagy olyan szervekhez, ahol ezeket tudják felülvizsgálni, elvirálni, és az államnál lobbizni kell, vagy a megfelelő, és az arra, hogy megkapja a város ezekre a fejlesztésekre a pénzt, és egy másik fontos dolog, hogy végre az érsekséggel egy olyan viszonyt kéne kialakítani, ahol ezekben a kérdésekben együtt működünk, mert látjuk, hogy itt azért van, akinek adnak pénzt csak, és forrásokat csak nincs. Nincs a megfelelő ember, aki ezt igényelje, vagy aki ehhez forduljon. Úgyhogy én ebben látom a megoldást, hogy ezt az épületet ne adjuk el, hanem hasznosítsuk a többi összes épülettel, ami így a városban üresen áll, és így elhanyagolva. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. A Mi Hazánk Mozgalom minden egyes alkalommal részt vesz a vendégmunkásokkal kapcsolatos törvényjavaslat vitáján. Minden egyes alkalommal, amikor lehetősége van a parlamentben, felszólal, és így volt ez a 2023-as évben is, amikor pont az őszi ülésszak vége felé, a novemberi hónapban, amikor a záróvitár, akkor még a részletes vitára, majd decemberben a záróvitára került sor, akkor is felhívtam arra a figyelmet, hogy a kormány elhibázott gazdaságpolitikájának szükségessége az, saját akár bevallásuk szerint is, hogy vendégmunkásokra van szükségük. A Mi Hazánk Mozgalom éppen nem így látja, hiszen Magyarországnak önálló nemzetgazdaságra van szüksége. A napnál is világosabb, hogy a kormányzati cél az a globalista érdekek kiszolgálása, és ezáltal a multinacionális cégek érdekének a kiszolgálása. A Mi Hazánk Mozgalom ezzel szemben a magyarok érdekeit szolgálja. Mi azt szeretnénk, hogy ez a vendégmunkás áradat tömegével ne okozza azt,
hogy a magyaroknak továbbra is alacsonyan tartsák a munkabérüket, sőt, letörjék azt, és ezáltal még inkább gerjesztve azt a problémát, hogy elhagyják az értékes magyar honfitársaink az országot. Mi pont fordítva azt szeretnénk, hogy ne harmadik, negyedik országbéli emberek jöjjenek el ide ebbe az országba dolgozni, hanem a magyar honfitársainkat hívjuk haza. És szeretném még mindenkinek felhívni arra a figyelmet, hogy a Fidesz kormány 2015-ben még arról beszélt és úgy kommunikált, hogy ő szeretné a gazdaságot úgy fellendíteni és úgy építeni, hogy ne legyen szükség gazdasági vendégmunkásokra. Kőkeményen emellett állt ki még 2015-ben. Most miről van szó? Homlok egyenes szembe megy önmagával, most pedig pont ezt használja szlogennek, hogy igenis gazdasági vendégmunkásokra van szükség. Mi azt mondjuk, hogy ezek a vendégmunkások ugyanúgy migránsok, migráns vendégmunkásokról kell beszélni, és elfogadhatatlan, a Mi Hazánk mozgalom elfogadhatatlannak tartja azt, hogy a rövidtávú gazdasági politikáját így próbálja felépíteni a Fidesz kormány, ugyanis a jelenlegi gazdaságpolitika minden, csak nem hosszú távú gazdaságpolitika. Köszönöm szépen!